Gyód Baranya vármegye egyik legapróbb falvas települése. Baranyában 300 olyan település fekszik, amely 5000 lélekszám alatti. Ezek a Magyar Faluprogram látókörében vannak. A program 2018-as meghirdetése óta rendszeresen járja az országot, a falvakat munkatársaival együtt gyűjti a tapasztalatokat Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Azt mondja, csak úgy lehet hatékonyan egy programot végrehajtani, ha azt a benne résztvevőkkel közösen végzik. Ezért is mondhatjuk, hogy eredményes a program. Baranya vármegyében eddig a 2019-es indulás óta, tehát egy bő egy kormányzati ciklusnyi idő alatt több mint 50 milliárd forintnyi fejlesztési forrás érkezett a Magyar Faluprogram keretében. Ebben benne vannak az önkormányzat által lehívott pályázati támogatások, különböző életminőségjavító intézkedésekre, intézmények fejlesztésére, utak, járdák javítására, szolgáltatások fejlesztésére. Ebben benne szerepel a falusi vállalkozások támogatása, szerepelnek a falusi csok támogatási összegei, szerepelnek a civil szervezetek, az egyházközségek támogatásai, vagy éppenséggel az állami mellékúthálózat, a falvakat falvakkal összekötő útszakasz felújításának a költségei, tehát egy több mint 50 milliárd forintos költségvetésről beszélünk. Gyódon először jár a kormánybiztos. Azt mondja, a település speciális helyzetben van bizonyos tekintetben, hiszen a magyarországi kistelepülések döntő részére az elmúlt évtizedekben az volt a jellemző, hogy folyamatosan veszítettek a népességszámból. Gyód viszont egy másik települési halmazba tartozik, hangsúlyozza Gyopáros. Tekintettel arra, hogy Pécs megyeszékhely agglomerációjába tartozik, önmagában is növekszik a népességszám, hiszen szívesebben maradnak itthon a gyódi fiatalok, és szívesen költöznek ide Gyódra, akár Pécsről, akár a környező településekről. Kifejezetten egy vonzó település, csodálatos településképet kínál. És ezeken a településeken, ezeken az mondjuk úgy, hogy agglomerációs településeken nyilvánvalóan nem ugyanaz a Magyar Faluprogram feladata, mint a többi településen. Hiszen az agglomerációs települések azok annak az agglomerációs létnek az előnyeivel és a hátrányaival ugyanúgy bírnak, és ilyen hátrány például az, hogy azzal, hogy növekszik folyamatosan a népességszám, a település intézményhálózatának is el kell viselnie a szolgáltatás igénybevételének a növekedését. El kell viselnie a többletterhet például az utakon és a járdákon, sok esetben telkeket kell nyitni, közművesíteni kell, közvilágítást kell bővíteni, nem tudom, óvodai kapacitást kell, bölcsődei kapacitást kell bővíteni, vagy legalábbis biztosítani, közétkeztetést és így tovább. Tehát ezeket a feladatokat, hogy is mondjam, talán súlyosabban érzékelik azok az önkormányzatok, ezek az agglomerációs önkormányzatok ezeknek a kötelező feladatoknak az ellátási kötelezettségét. A Magyar Faluprogram elindulás megerősítést jelentett a vidék számára, mely különösen igaz Baranyára, fogalmazott Őri László vármegyei elnök. 2010 után az országnak a polgári kormánya kiemelten is fontosnak tartja a vidéki élet, ebben a perspektíva biztosítását, különösen is fontosnak tartja azt, hogy érdemes legyen a vidéken jövőt tervezni, és én azt gondolom, ebben a sorba illeszkedik a Magyar Falu program is, hiszen olyan helyben megfogott fejlesztési igények kielégítésére, beruházásokra, kisebb vagy nagyobb beruházásokra nyílik lehetőség a programról, amelyre a rendszerváltás óta a legtöbb település életébe nem volt lehetőség. Schmidt Ferenc Gyód jelenlegi polgármestere elmondta, nagyon fontos, hogy a vezetések között jó kapcsolat alakuljon ki. Gyód is ennek köszönheti, hogy megfelelő mértékben tudott lehívni pénzeket. 86 millió forintról beszélünk, ami az itteni különböző fejlesztésekre biztosították a forrásokat, mert ezt a településünk önállóan nem tudta volna kigazdálkodni. Úgyhogy mindenképpen egy kiszámítható, tervezhetőbb fejlesztést tudtunk elindítani, és ennek köszönhető ez a támogatás, hogy ez megvalósulhatott. A templom, az óvoda, az orvosi rendelő, a temető kálvária, amelyeket megtekinthetett a kormánybiztos és a megyei elnök, mind elismerés a település számára, mondta az alpolgármester, a megválasztott polgármester Medgyessy Antal. A sikeresség, ami Schmidt Ferenc polgármester úr nevéhez kötődik itt az elmúlt 34 év eredményeként. Elhangzott több oldalról is az, hogy mi a jelentősége a Magyar Falu programnak. Az egyik erőteljes kedvezményezettje voltunk a program eddigi részének. Én kérem, biztatom
kormánybiztos urat, hogy hasonló intenzitással készüljenek a pályázati felhívások, kírások, és az új képviselőtestület nevében is mi bizton indulni fogunk, és szeretnénk minél nagyobb arányban kihasználni a lehetőségeket. Az októberben hatályba lépő új közgyűlés bízik a kormányban, és a kormánybiztos további támogatásában, tette hozzá Medgyessy Antal.